Hát, mint azt látjátok, elkészül lassan a mi kis kerti kuckónk, Emmának a kis klubháza, ahogy ő hívja. Nagyon vártuk már, hogy megérkezzen, hiszen pont abban a korban van, hogy elkezdett csajoskodni, és nagyon-nagyon várja, hogy ott babázzon, és főzőcskézzel, és csúszdázzon, és stb. És én nagyon boldog vagyok, hogy a Dóriékat választottam, ugye a Rönkfavilágot, hiszen egy olyan kis házat sikerült találni, ami szerintem minden igényt kielégít, ami egy úgymond lakossági kertbe szükséges. Nézelődtem, gondolkodtam, hogy mi lenne a megfelelő, az volt az elsődleges szempont a választásnál, hogy mindenképpen legyen rajta mászóka, le kell mozgatni a gyereket, elfáradjon, könnyű legyen este elaltatni. És azért tetszett ez a házikó nagyon, mert ugye ezen mászófal is van, van rajta ugye kötélmászóka is, csúszda is, lesz majd rajta, amit még nem láthattok, egy kis távcső, amire ma oda van, meg lesz kis vödör, amiben fel tudja húzni a kis dolgait, és természetesen belül egy igazi csajos kis paradicsom lesz, ahol ő tud minden babájával mindennel játszani. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy megérkezett, alig várom, hogy hazajöjjön a kislány az oviból, és majd meglássa, hogy mi apával beszélgettük, hogy a férjemmel, hogy valószínűleg elvesztettük a gyereket egy darabig, és már holnap reggel kint fog reggelizni ebben a kis házikóban, hiszen nagyon-nagyon várta. Úgyhogy én csak mindenkinek ajánlani tudom, aki gondolkodik bármilyen kerti játszótérben és egyéb dolgokban, hogy ez a kis ház nekünk már most szerelem. Én nagyon tudom ajánlani a Rönkfavilágot, hiszen egy olyan házikó érkezett, amit szerintem egy tornádó se tudna elvinni, és én alig várom, hogy a kis tulajdonos a birtokba vegye, úgyhogy mindenkit buzdítanék, hogy nagyon jó dolog a kerti játszótér.